Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon. Ezúttal meg fogjuk nézni, hogy hogy halad előre a nagy testvér megfigyelő rendszer a világban, mi a helyzet Magyarországon, illetve néhány külföldi hírt ezzel kapcsolatban, mielőtt nekivágunk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu .hu weboldalon ez elérhető. Az, hogy megfigyelnek minket, az szerintem nem újdonság senki számára. Erről már évtizedek óta lehet hallani a különböző fórumokon. Mostanra ez valóságá vált, és mindenki láthatja maga körül a rendszert felépülni, és még akkor is, hogyha esetleg a többség vagy az emberek egy jelentős része a sötétben tapogatózik ezügyben, annyira nem lehet naív senki, hogy ne lássa azt, hogy mindaz a rengeteg kamera, ami körbevesz minket, akár a telefonjainkban, különböző elektronikus eszközökben, számítógépeken, monitorokon, laptopokon, a megfigyelő rendszerek az utcán, és bárhová, ahova belépünk, lassan mindenhol kamerák vesznek minket körül, természetesen a biztonság jegyében. Nem gondolhatja senki, hogy ezt a rendszert nem fogják felhasználni valami más célra, és az a cél, amit szeretnének elérni az, hogy létrehozni egy olyan számítógépet, egy szuperszámítógépet, egy mesterséges intelligenciát, ami képes mindezeket az információkat egybegyűjteni, és valós időben egyszerre feldolgozni, koordinálni. Ez a célja az új világrend építőinek, illetve azoknak, akik a világot uralják és irányítják. A Mandiner írt arról, hogy a nagy testvér mindent lát, totális kamerarendszer kezdi ellenőrizni London utcáit, Tudományos, fantasztikus filmekbe illő, állandóan figyelő kamerarendszer fogja a londoni közlekedést ellenőrizni, a kihágást ezúttal már nem lehet megúszni. Valahogy mindig előkerül a Black Mirror sorozat, és arról írnak itt, hogy aki ismeri ezt a sorozatot, az mai korunk technológiai fejlődésének lehetséges negatív következményeit mutatja be. Történeteiben épp a Black Mirrorhoz hasonlítja a legújabb londoni fejlesztést, az Ultra Low Emission Zone a Jules nevű a levegő védelme ürügyén folyamatosan működő és ellenőrző kamerarendszer kiterjesztését egész brit fővárosra. Kamerarendszer célja, hogy kiszűrik mindazokat az autósokat, akik szennyező kategóriába tartozó járművekkel közlekednek Londonban, amely autók nem felelnek meg kibocsátási standardnek. Én ezt el, igyekeztem már elmondani többször, hogy a környezetvédelemség vallás, amit az emberek egy jelentős része magáévá tett, ez pusztán ürügy arra, hogy a személyi szabadságunkat korlátozzák, és most látja mindenki, hogy hogyan függ össze ez a kettő. Ez nem más, mint egy vallás, aminek megvannak a papjai, profétái, illetve a hívői, ami most már az emberi populációnak egy tetemes részét magába foglalja. Az emberek ugyanis tudatlanok arra nézvést, hogy a valóság mi, és pusztán a propagandából táplálkozván alkotják meg az élet filozófiájukat, illetve azt, ahogyan döntéseket hoznak. Ezeknek az autóknak napi díjat kell fizetniük az ellenőrzött zónában, augusztus 29-én terjesztenek ki London egész területére, és jelenleg 12,5 font az 5500 kell naponta fizetni a járművek után. Csak képzelje el mindenki azt, hogy ha valaki esetleg ingázik Londonban, akkor az minden nap 12 és fél font, mondjuk 20 assával, az 250 font egy hónapban. Az egy évben 2500-3000 font, függően attól, hogy mennyit dolgozik valaki, és ez extrába egy ilyen ürügyjel, hogy az szennyezi a városnak a levegőjét. A másik oldalon én elfogadom, hogy ez fontos, én éltem Londonban 6-7 évet, szóval tudom, hogy milyen ott a közlekedés meg a levegő. Valamilyen módon persze szabályozni kell ezt, de a lényeg az, amit az elején elmondtam, hogy mindez egy ürügy arra, hogy hogyan korlátozzák az emberek szabadságát, és építhessék ki ezt a teljes, totális megfigyelő rendszert. Persze, ha bárki figyelte volna, meg hallgatott volna a figyelmeztetésekre, akkor most ez nem érné meglepetésként, ez például az Enemy of the State, közellenség magyarul, ha jól gondolom, című film Will Smith, Jane Hackman főszereplésével. 1998-ból, és már akkor igyekeztek minket figyelmeztetni arra, hogy ez a rendszer mindenhol megfigyeli az embert. Egy egyszerű furgomból rá lehet csatlakozni az egész kamerarendszerre, és bárhol elérhető az ember, amennyiben a nyomkövetők segítségével persze tudják, hogy hol van. Pont ez az, amit ez a film demonstrál, legalábbis ebben a jelenetben. És hogyha nem sikerül a kamerarendszerre rácsatlakozni, akkor persze még mindig lehet a helikoptereket, vagy bármiféle más járműveket, embereket segítségül hívni, úgyhogy nem lehet elbújni sehol. És pont ez az, amire fel akarom hívni a figyelmet, hogy mondhatja azt az ember, hogy nincsen semmilyen titkolni valója. És én elfogadom, rengetegen élünk úgy, hogy nincsen semmilyen titkolni valónk. A kérdés az, hogy ettől függetlenül szeretné-e bárki is azt, hogy mindenféle mozgását, minden interakcióját, vásárlását ez a rendszer képes legyen ellenőrizni aztán pedig feldolgozni. Adott esetben, mint ahogyan várható az jövőben az én elgondolásom szerint, hogyha csak az egészségre vagy a környezetvédelemségre gondolunk, akkor szabályozni fogják, hogy mi az, amit csinálhat az ember, vehet, különben káros az egészségre, káros a környezetre, ezáltal káros az egész társadalomra és az emberiségre nézvést. Ez az, amire gondolnia kéne mindenkinek. De térjünk vissza ide erre a kamerarendszerre Londonban. A legális tiltakozás után most egy illegális ellenállás bontakozott ki Londonban. És a rendőrség azt jelentette, hogy már most több száz kamerát megrongáltak vagy elloptak a rendszerből. A népi ellenállás a következő időszakban is el előfordulhat. Az pedig, hogy a totális megfigyelő kamerarendszert a rendszámok leolvasásán kívül még mire lehet használni, a közeljövő nagy kérdése lesz Londonban. Mutatok egy 2018-as cikket, ez Dírc ről ahol a város kamerarendszert készül képíteni, és azt írják, hogy az egyes épületekre annál több kamerát kellett felszerelni, minél bonyolultabb az épület alaprajza. Nyilván azzal a célral, hogy az teljes területet körülötte meg lehessen figyelni a legtöbbet, 12 darabot az F épületre, legkevesebbet kettőt a városházára. A kamerák ma is jól láthatók az épületeken. Egyes kamerák beállításait látva felmerül a kérdés, hogy azok tényleg csak az épület biztonságához feltétlenül szükséges területeket figyelik-e, vagy olyan közterületet is, amelyet nem szabadna figyelniük. Például a tanúszoda bejárati kamerája valószínűleg a Fája András utca épület előtti szakaszának indokolatlanul nagy részét látja. Mutatok néhány képet erről, és persze kit érdekel Zirc, ez csak azt demonstrálja, hogy ez megy, ez a folyamat mindenhol a világban. És érdekes, hogy ez a tanuszoda, a városháza, sportpálya, teljesen mindegy, hogy hol van az ember, mindenhol kamerák figyelik meg. Hogy ez indokolt e végül is az élet ment akkor is, amikor nem voltak ilyen kamerák adjuk hozzá ez azt, amikor ez az arsboni.hu ír, hogy a nagy testvér mindent lát a társasházi kamerarendszer tévhitei, ez május 11-ei cikk. Persze az ember mióta eszét tudja, folyamatosan ügyel a saját és vagyontárgyai biztonságára. A technika fejlődésével azonban egyre elterjedtebbé vált a kamera és riasztó rendszerek, az okos otthonok megjelenésével akár már távolról is megnézhetjük kameránk felvételeit, kikapcsolhatjuk riasztónkat, beengedhetjük kedves barátunkat az ingatlanba kertesházaknál, ez aránylag rendben is van, de mi a helyzet a társasházi lakás esetén? Itt már arról van szó, hogy az ember hogyan telepíthet kamerát egy ilyen kaptárba, társasházba, ugye? Utóbbi években egyre elterjedtebbé váltak a közös helyiségeket is megfigyelni szándékozó, ezzel védeni kívánó kameratelepítési kérelmek a lakóktól. Ami még egyszer én megértem az igényt erre. És aláírom, hogy ez egy fontos dolog a mai világban. Bár nem tudom, hogy régen nem volt-e az, hogy ma több a bűncselekmény, vagy annyival gonoszabbak az emberek, hogy ilyen nagy sietség mindenhol, hogy felszereljék ezt a kamerarendszer. Én úgy hiszem, hogy van egy olyan aspektusa is ennek, hogy ez csak túl egyszerű most már. Annyira kényelmes, ha felszerelni egy kamerát, régebben ugye ezt másképp kellett megoldani. Egyrészt az emberek otthon voltak, másrészt volt kutyájuk, de az macerás manapság, különösen úgy, hogy az emberek élik az életüket. Így ez egy kényelmes megoldás, hogy felszereljünk egy kamerát. És az érdekes az az egészben, hogy nem is veszi észre a többség azt, ahogyan én látom, hogy rábeszélnek minket, rávesznek minket arra a kényelmi faktorral, meg a biztonság faktorral, hogy követeljük ezeket a rendszereket. Az ember maga az, aki szerkeszti és koordinálja a saját börtönének a kiépülését azzal, hogy ezeket a kamerákat telepíti mindenhova szerte az életében, amerre csak jár. Mi vagyunk azok, akik követeljük azt. Érthető? És ez a legabszurdabb talán ez a kifejezés rá az egészben, hogy az emberek nem is veszik észre, hogy mi az, ami történik körülöttük. Ugyanez érvényes egyébként számos más dologra, az iskola rendszer egy nagyszerű példa. Az ember követeli, hogy a saját gyerekét az állam elvegye tőle, és felnevelje helyette, és ezt úgy gondolja, hogy az oktatási rendszer is ez normális. A nemzeti adatvédelmi és információs szabadság hatóság ilyen létezik, ez egyenesen George Orwell 1984 című művéből érkezett. Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság. Hihetetlen. <laughs> ja, ilyen van, már van, ez már van, ez már a valóság. Kamerás megfigyeléssel összefüggésben Megfelelő szakképesítésekkel rendelkezni a kamerák által közvetített élőképekhez, az általuk rögzített felvételek megismeréséhez, például vagyonőri biztonsági őri vagy testőri képesítés. Mindenki elfogadgatta ezt a GDPR-t, ugye az Európai Uniónak az általános adatvédelmi szabályozás rendszerét 2018 körül indult el, valahogy a Covid előtt nem sokkal, meg az alatt elég rendesen felpörgött ez a dolog. De mindannyian részei vagyunk ennek, és nem is nagyon tudunk mit csinálni. Senki nem olvasta el, mikor ezt elfogadta, legyen az PayPal, Google küldözgetett állandóan, a YouTube, de mindegyik más nagyobb cég kénytelen ebben részt venni, és mi is azok vagyunk úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mi az, amit elfogadtunk. Márki Zai Péter kamera nagy hatalommá tette hódmezővásárhelyt, kamera nagy hatalommá tette ezt a várost. Mennyire boldog lehet hódmezővásárhely most már, hogy ezen az oszlopon van, nem tudom, 6-8 kamera. Fear keep the local systems in line. Fear of this Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.